Nagyon sok üzenetet kaptam tegnap a záros videóval kapcsolatban, és kértétek, hogy legyen még ilyesmi, én pedig nem zárkózom el a dolog elől, úgyhogy következzen a zárt osztály következő kiadása. Először is mutatok nektek egy még nagyobb redőnyzárat. Redőnyzár volt a tegnapi videóban is. Ez egy 6x6-os Pentacon 6 kamerának a zárja. Itt láthatjátok, hogy felhúzásnál gyakorlatilag az első redőnyt áthúzom. És amikor exponálok, akkor nem történik más, mint hogy az első lefut, a második pedig követi. A második érdekesség szintén egy redőnyzár lesz. Ez egy F1-es kamerának a redőnyzárja. Ezt csak azért mutatom meg, mert működésében ez is azonos. Itt is ugye, amikor felhúzod, akkor az első redőny szépen átmegy, és a második pedig exponáláskor követi. Ez egy professzionális kamera volt, vagyis igazából a filmes kamerák között még ma is az, ugyanis a redőnyöket, azokat titán füsttel vitték fel. Titán füsttel vannak megerősítve, ezért ezek igazából elég elnyűhetetlen zárszerkezetek. Többen kérdeztétek, hogy mi van akkor, hogyha az ember Mills fényképezőnek a fizikai zárját használja. Most ugye Mills fényképezőkben alapállapotban a zár nyitva kell, hogy legyen, hiszen a szenzorra érkező fényből keletkezik kép az LCD-n és az RVF-en belül. Amikor mechanikus zárat használsz egy ilyen gépben, akkor az történik, hogy az expozíció megkezdése előtt egy pillanattal az első redőnyt becsukja a fényképező, majd rögtön ki is nyitja, megtörténik az expozíció, és ezek után a második redőny bezárul. Rögzítésre kerül a kép, majd újra kinyílódik, ezért látsz egy ilyen duplának tűnő zármozgást fizikai zár használata esetén Mills gépeknél, tehát első redőny, expozíció, második redőny. Nem csak redőnyzárak léteznek úgynevezett központi zárak is, ezeknek a működése nagyon hasonlít a fényrekesz működéséhez, lamellák találhatók ezekben a zárakban. Annyi a különbség, hogy ezek a lamellák teljesen össze tudnak záródni, és gyakorlatilag így tudják a fény útját elállni. Akkor, amikor exponálsz, akkor ugyanúgy egy expozíciós időt állítasz be ezeken a zárakon, az expozíció megkezdésekor a lamellák kinyílnak, megtörténik a fénykép rögzítése, filmre vagy digitális szenzorra, majd pedig ezek a kis lamellák bezáródnak. Vannak előnyei és vannak hátrányai a redőnyzárakkal szemben a központi záraknak. Az egyik előnye az, hogy máshol lehet elhelyezni, akár a lencserendszeren belül is. A másik előnye az, hogy mivel a nyílás megkezdésekor középen kap először fényt, a film ezért középen lesz egy kicsit fényesebb a rögzített kép, és a kép sarkok felé pedig sötétebb. Ez van, amikor előny, van, amikor hátrány. Mutatok nektek olyan kamerákat, amikben ilyen központi zár van. Itt van például egy kis Voigtlander masina, és hogyha ezt felhúzzuk, így gyakorlatilag látjátok, hogy a rekesz, a zár és a fókuszmechanika is ebben a kis blokkban van. Ezzel a kis karral tudjátok felhúzni az exponálást, és hogyha megnyomjátok el, vagyis az árat, és hogyha megnyomjátok, elindítjátok, akkor exponál egyet a gép. Nem csak távmérős kamerákban lehet központi zár, ez itt egy Zeiss Contaflex tükörreflexes fényképező, most itt a tükröt a tükörhálóban fent láthatjátok, azért nincsen a fény útjában. Ennek az elejében is egy központi zár van, láthatjátok, hogy nem egy redőnyzár dolgozik itt a filmsíkhoz közel, hanem magában az optikai blokkban van beépítve egy központi zár. Cserélhető kamerás gépeknél is előfordul ez, itt van például ez a kis Altix masina, ezen most nincsen objektív, de egyébként lehetne rátenni Altix bajonettes objektíveket, és itt láthatjátok benne azt a központi zárat, ami nem a filmsíkhoz közelesik, hanem az optikai blokkhoz esik közelebb. Nem csak ilyen kis filmes rendszereknél használnak központi zárat, hanem olyan gépeknél is, ahol egyszerű a központi zár szerelése és behelyezése, ilyenek például bizonyos Hasselblad vagy Mamiya középformátumú rendszerek, ahol magukban az objektívekben vannak a zárak, és amikor ezeket csatlakoztatod a fényképezőhöz, akkor a fényképezőn levő kezelő szervek fogják az optikában levő zárat kezelni.